Benedek Elek a Nagy Mesemondó születésnapján rendezett térségi mesemondó versenyt a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház. Szente Takács Anna igazgatónő megnyitójában elmondta, hogy a 11 megszólított általános iskola közül 3, a Kertai, a Tüskevári és a Devecseri iskola diákjai vállalták a mesemondást. A zsűri tagjai között köszönthettük Mátrai Némester Katalin nyugdíjas pedagógust és Bertalanné Por Beáta óvodapedagógust. Valamennyi kisdiák saját képességeit túlszárnyalva mesélt, ki kolontos palkot, ki a sejpleányokat, ki a kismalacokat idézte meg. A zsűri megfontolt döntése alapján kialakult végeredménnyel remélhetőleg mindenki elégedett volt. Az első-második osztályosok közül első helyezett Csomai Fruzsina lett Kertáról. Benedek Elek, Csali mese. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kurta farkú malasztul. Volt egyszer egy szegény ember, ez a szegény ember kiment a fiával a földre szántani, és amint egyet-kettőt fordul, egyszer csak elkiáltja magát a fiú. Nézze, apám uram, nézze, egy kulcsot találtam. Az ám egy kulcs, mondta a szegény ember. Elnye, de jó volna, ha egy ládát is találnál hozzá. Na, ez annyiba maradt. Tovább szántanak, kettőt, hármat térülnek, fordulnak. Megint elkiáltja magát a fiú. Nézze, apám uram, megtaláltam a ládát is. Próbálják a kulcsot, hát jól beletalál a zárba. Kinyitják a ládát, felemelik a fedelét, s nézik, mi van benne. Hát abba bizony nem volt egyéb. Csak egy kurta farkú egerecske. Ha az egérnek hosszú farka lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Hát jól vanna, mondok mégis hozzá egy versecskét. Mese, mese, mátka, fekete madárka, úri bunda kopasz egér, ugorjon a nyakadba. Mese, mese, fakakas, bújjajukba ott hallgass, kata-kata két garas, neked adom csak hallgass. Második helyezett Farkas Márk Kertáról. Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy ötvegyasszony, de nem magában élt. Volt neki 3 leánya is. Szépek voltak, csinosak voltak, de mind a 3 olyan sejpesen beszéltek, mintha egy foguk se volna. Ugyancsak ott volt az idejük, hogy férjhez menjenek. De amint megszólaltak, minden legénynek elment tőlük a kedve. Egyszer egy idegen legény jött a faluba, leánynézőbe. Elkomendálták az összvegyasszonyhoz is. Az asszony mindjárt kávét tett fel, hogy majd megkínálja a legényt. A lányoknak meg megparancsolta, hogy egyik se szóljon egy szót se, majd ő beszél helyettük. Be is állította a legény, még a széket is letörölték neki. Jaj, de beszélt ám annyit az öreg asszony, hogy a legény csak alig jutott szóhoz. A lányok meghallgattak, mint a tojásban a csirke. Egyszer csak elkezdett futni a terv. A nagyobbik leány elkiáltsa magát. Putaté! Putaté! A közbülső meg mindjárt rámondja, ne folyj te, nem fogod befélni, de a legkisebb se adja, de drága a té, pénzért addák. A legény csak nézett széjjel, s úgy elment, hogy még a kávét se válta meg. Talán még most is házasodik, ha eddig meg nem házasodott. Harmadik helyezett Erdélyi Jenna Devecserből. Szamarát, és ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Találkozott egyszer egy gyerekasszonynál, valami száraz gajat szeregetett össze, hogy vigye haza. Mikor odaérkezett Palkó, azt mondta az öregasszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta, én segítek, csak álljon oda a fa mellé, öreganyám. Az öregasszony odaállt, és Palkó jól odakötözte a gajjal együtt. Mikor állott volna, fél hátra törött, azt mondta. Megállj, Palkó, megátkozlak a tettedért. Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te. Palkó azt mondta. No, hiszen nem nagyjátok, indulni akar tovább, de a csacsi nem indult, azt mondta. Gyite, csacsi! Szamár is meghallotta, és az is rákezdte. Gyite, csacsi!
Sokáig vesződtek, hiába ütött a pálka a csacsit, de a csacsi nem indult. És úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta pálkot, az meg belebukott egy nagy pocsolyába, és azt kiabálta. Segítség, segítség! Szamara meghallotta, és az is elkezdte. Segítség, segítség! Arra mentek favágó emberek, és kihúzták pálkot a pocsolyából, és kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiváltott segítség, segítség. Az bizony Szamara volt, megharagudtak az emberek, azt mondták, hogy viszik pálkot egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, és a király kimondta pálkóra a halálos ítéletet, de pálkó letérdepelt, és azt mondta. Kegyelmet zárva fejemnek, királyom, hát igazán ártatlan vagyok. Csacsi meghallotta, és az is rákezdte. Kegyelmet zárva fejemnek, királyom, hát igazán ártatlan vagyok. A király nagyot nevetett, és Szamarával együtt ott tartott a udvari bolondnak. A harmadik, negyedik osztályosok közül első helyezett lett Német Hanna Devecserből. Egy faluban élt egy favágó. Az erdőre járt fát vágni. Hazafelé bement a kocsmába, ott azt mondják neki az emberek. Te Jankó, tudod-e, hogy a te feleségére egy olyan pletykás asszony, hogy még a környéken sincs olyan? Jankó azt mondja. Ide figyeljetek, emberek, oszt az én feleségem egyedül pletykás, csak a tiétek nem pletykás. Nem bizony. No, ide figyeljetek. Én egy nap alatt be fogom bizonyítani nektek, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. Szeretnénk mink azt látni? Na, fogadjunk egy liter borban. Úgy is volt. Fogadtak egy liter borban, hogy holnap estére bebizonyítja, hogy az egész falu asszonya egyforma pletykás. No, hazament Jankó, egy szót sem szólt a feleségének. Szép csendben lefeküdtek este. Reggel kelt az asszony, kiment etetni az állatokat, Jankó meg addig bevitt egy tojást a dunna alá. Megy be az asszony, Jankó az ágyba. Te Jankó, veszed, teremtette a fajtádat, hát még mindig abban az ágyban gubbasztasz. Ej, asszony, én máma nem mehetek az erdőre. Olyan nagy dolog történt velem az éjszaka. Mondd már, mi a fene lett veled? Ej, asszony, kihúzott a tojást, mondja. Nézd csak, ezt tojtam az éjszaka. Hű, hallod-e, ember? De el ne mondjad senkinek. Dehogy mondom, hát már mióta a feleséged vagyok, sosem pletykáztam. No, bemegy az asszony oszt a konyhába, hát már ha semmit nem is, de ezt mégis el kell mondanom valakinek. Kimegy, néz az egyik szomszédba is, másikba is. Az egyik szomszédból éppen gyűn ki az asszony. Te Marit, te! Gyere csak ide! Mondok neked valamit! Mit te? Ej, mi történt nálunk az éjszaka? Micsoda? Jankó tojt! Mit csinált? Tojt! Oszt mit? Rendes tojást! Tyúk tojást! Oszt mennyit? Egyet, nem elég az? Ej, szomszédasszony, de el nem mondja senkinek, mert Jankó engem nagyon vád. Dehogy mondom, hát már mióta jó szomszédasszonyok voltunk, sosem pletykáztunk, ugye? Hát nem. No, bemegy a házba, felöltözik, hát már ezt mégis el kell mondanom valakinek. Felöltözik, azzal el Korma asszonyához. Komám asszony, tudja, hogy mi az újság a faluban? Micsoda? Sültű Jankó három tojást tojt. Tojást nem lehet az, de most mondta a felesége. Ej, komám asszony, de el nem mondja senkinek. Tudja, mióta jó korca asszonyok voltunk, sosem pletykáztunk. Dehogy mondom, hát már mióta jó korca asszonyok voltunk, sosem pletykáztam. Ej, az is aztán. Ő is felvette a pruszlikját, azzal a másik sorra. Nász asszony, tudja, hogy mi az újság a faluban? Micsoda? Még máma nem voltam sehol, nem hallottam semmit. Ej, süldű Jankó tojást tojt. Tojást nem lehet az. Oszt mennyit?
Azt mondják, hogy 6-ot. No, ez így ment egész nap. Jankó meg csak feküdt az ágyban, nem tudta, hogy halad-e a pletyka. Este felvette a nadrágot, kabátot, azzal el a másik sorra. Bemegy a kocsmába, ott minden ember rábámul, nézik őt. Mi van, emberek? Miért néztek így rám? Miért bámultok így rám? Jankó, hát te itt vagy? Hát itt, hát hol kellene lennem? Azt beszélik a faluban, hogy te 100 tojást toltál, ki is költötted a csirkéket, 45 vécét és 45 kakas lett, 10 meg bezápult. Ezt beszélik-e? Hát ezt. No, ide figyeljetek, cimbere. Én egyet toltam huncutságból, de 99-et a te asszonyaitok tett hozzá. No, én egy nap alatt bebizonyítottam nektek, hogy az egész falu asszonya egyforma egyforma pletykás. No, ideális terport. Ettek, ittak, jól mulattak, ma is élnek, ha meg nem haltak. A második helyen Gyabronka Márk végzett Tüskevárról. Annak volt egy háza, egy rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint főzögetett magában ez a kismalac, arra megy egy nagy oldas farkas, s beszól az ajtón. Ehhez be, kedves kismalackám, hideg van idekint, fázom, nem eresztelek bízni, mert megeszek. Ehhez be hát az egyik hátulsó lábamat. A kismalac beeresztette az egyik hátulsó lábát, hanem titokba oda tett egy nagy fazék vizet a tűzre. A farkas egy kis idő múlva megint beszólott. Édes kedves kismalackám, eresz be a másik hátulsó lábamat is. A kismalac beeresztette azt is, de a farkasnak ez sem volt elég. Kedves kismalackám, eresz be már a két első lábamat is. A kismalac beeresztette a két első lábát is, de a farkas ezzel sem érte be. Édes kedves kismalackám, eresz be már egészen, meglásd, egy új eset nyúlok hozzá. A kismalac szépen oda tette egy zsákot a nyíláshoz, ha majd a farkas jön háttal befele, abba menjen bele. Azzal beeresztette. A farkas csak ugyan a zsákba farolt be. A kismalac se volt rest, jól hirtelen bekötötte a zsák száját, lekapta a nagy fazék forró vizet a tűzről, s leforrázta vele a farkast. Azután hirtelen felmászott egy nagy fára. A farkas egy darabig ordított, mert a forró víz úgy levitte a szőrét, hogy egy száj sem maradt rajta. Azután addig hányta vetette magát, míg a zsák szája kibomlódott. Szaladt egyenesen segítséget hozni. Nem sokára vissza is jött, vagy tized magával. El is kezdték keresni a kismalacot. Addig-addig keresték, míg az egyik csak ugyan meglátta a fa tetején. Oda mentek a fa alá, elkezdtek tanakodni, hogy mit tévők legyen, mi módon fogják meg a kismalacot, mert ugyan az egyik sem tudott felmászni a fára. Nagy sokára aztán arra határoztak, hogy egymás hátára állnak. Úgy a legfelsőbb csak eléri majd. El is kezdtek mászni. A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni. Így hát a többi mind az ő hátán volt. Már olyan magasan voltak, hogy csak egyetlenek hibázott. Az is elkezdett már mászni. Akkor a kismalac hirtelen elordítja magát. Forró vizet a kopaszra! A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, a sok farkas mind lepotyogott. Kinek lába, kinek nyaka tört. A kopasz pedig úgy elfutott, hogy sose látták többet. A kismalac szépen leszállott a fáról, hazament, s többet házatájékán meg sem mertek menni a farkasok. A harmadik helyezést Farkas Kiara szerezte meg, szintén Tüskevárról. Okos leánya. Olyan okos volt, hogy hetet-hét országra eljutott a híre. Meghallotta ezt a király, oda izen, hogy van a padlásán egy 100 esztendős kendere. Vonja meg azt aranyfonának. A leány erre visszaizent, hogy van a padlásán egy 100 esztendős sövénykerítésük. Csináltasson abból a király egy aranyorsót. Akkor sem megfonja az aranyfonalat, mert az csak nem kívánhatja. A drága aranyfonalat hitván fogosson fonogassam.
A király erre visszaüzent. Van egy lyukas korsója, foltozza meg, ha tudja. A leány erre visszaüzent. Hogy van? Hogy fordítassa ki a korsót. Mert még az öreg apja se hallott olyant, hogy színéről foltoznak meg valamit. A király erre visszaüzent, hogy jöjjön el ő hozzá. De jöjjön is, meg ne is. Köszönjön is, meg ne is. Vigyen ajándékot, meg ne is. Ekkor a leány hazament, elkérte az öreg apjától a szamarat, felült a hátára, és úgy ment a király elébe. Ekkor hazament, megfogott egy galambot, két szita közé tette, és úgy vitte a király elébe. Ekkor ment is, meg nem is. Köszönt is, meg nem is. Vitt ajándékot, meg nem is. Ekkor a királynak úgy megtetszett az okos leány, hogy mindjárt feleségül vette. Az 5.-6. osztályosok közül az első helyezést Dávid Eszter nyerte el Devecserből. Hol nem volt túl a Hargitánes. Egy kicsi székely faluban volt egy szegény asszony, s volt az éles ura. Hát ezek éltek nagy boldogságban, s a szegénység mellettes erős volt a megértésük. Így aztán boldogok is voltak. Egyszer azt mondja a szegény asszony az urának. Édes lelkem, ha kimenj az erdőre, s hozz egy kicsi fát, mert nincs mivel megfűtőzzek, és megfőzzem az ebédet. És a szegény ember vette a tarisznyáját, kicsi szalonnát, kicsi kenyeret, hagymátest, és megyen ki az erdőre, hogy fát hozzon a feleségének. Hát mikor kiér, nezegeti a nagy fákat, s meg is találja, hogy melyiket vágja ki. Hozzá is fogott, s mikor egyet kidöntött, és gondolta, hogy leúpan megenni az ebédjét, a kicsi kenyeret, a kicsi szalonnát, meg a hagymátás. Hát, uram, ne hagyj el! Az egyik bokor mögünk kilépett egy farfas. Na nem is hiszitek el, emberi szóval megszólalt. No, te szegény ember! Éppen, hogy jókor találkoztunk, tudd meg! Hát úgy kondít a gyomrom az éhségtől, mint a menasági nagy harang. 3 napja nem ettem egy faláskát se. Jó, hogy itt vagy, tégeret most bizony megesznek. A szegény ember megmondja a farkasnak. Állj, te farkas! Hát tudd meg, hogy minden halálra ítéltnek van egy utolsó kívánsága. Ha nékem is lenne, s aztán mi lenne az te? Kérdi a farkas. Hát én olyan szívesen elcsitoráznám a nótámat utoljára életembe. Ha már meg akarsz enni, egyél meg utána. Na nem bánom, én is meghallgatom, mondja a farkas. És a szegény ember elővette a citerácskáját. Hát az olyan szépen citorált. A farkasnak leesett az álla a gyönyörűségtől, hogy kellett kölcsönkérje a szegény embertől a fejszét, hogy támogassa fönmagát. Mikor a szegény ember befejezte, azt mondja néki a farkas. Te szegény ember! Én nem eszlek meg tégére, tudd meg! Ha meg lehetne tanulni nekem citerálni, te! Nézi a szegény ember a farkast, megpödöri a bajuszkáját, és azt mondja. Hát azokkal a marha nagy körmökkel nem nagyon lehet, te! Lökő lapítsuk őket, ha tényleg meg akarsz tanulni. Hát hogy lehetne az te? Kérdi a farkas. Hát tudod, én vágok ennek a fának az odvába egy kicsiny rést, kékeljük, s te béteszed a körmöcskéidet, s meglapítjuk, aztán lássuk meg, hogy utána hogyan tud citarálni. Mert ezekkel a körmökkel bizony leszakítod a citarálról a hurakat, te? Az persze, jó lesz, mondja a farkas. Szegény ember vágott a fának az odvába egy kicsi rést, kékelte. A farkas bétette a két első lábacskájáról a körmöket, a szegény ember meg kihúzta az éket. Hát tudjátok meg, a farkas akkorát ordított a fájdalmába, hogy a harmadik faluba, a horvát pázsi nénémnek a fekete macskája a hiúba, ilyetében megkölkezett. De ötötes, szegény ember
összepakolta szépen a parisztjáját, vette a fejszíjét és a vállára, és megy el haza. Hát mit ordít utána a farkas? Jaj, te szegény ember! Ha mit akarsz csinálni? Itt maradok, és be van szorítva a két első lábacskám, aztán mit csináljak? A szegény ember visszafordul, megemeli a kalapocskáját, és azt mondja. Jaj, farkaskomám! A művészetér! Megkűnj szenvedni! És hogy meddig ordítozott a farkas? Nem tudom. Ha arra jártok, nézzétek meg! Második helyezett Orbán Bianka, szintén a Devecseri iskolából. Volt egyszer egy özvegyasszony, de nem magában él, volt neki három lánya is. Szépek voltak, csinosak voltak, de mind a hárman olyan sajpásán beszéltek, mintha egy fogósa lett volna. Már ugyancsak ott volt az idejük, hogy férjhez menjenek. De amint megszólaltak, minden legénynek elment tőlük a kedve. Egyszer egy idegen legény jött a faluba, leánynézőbe. Elkommentálták az özvegyasszonyhoz is. Az asszony mindjárt kávét tett fel, hogy majd megkínálja a legényt, a lányoknak meg megparancsolta, hogy egy szó se szóljanak, majd beszél ő helyettük. Be is állított a legény, még a széket is letörölték neki. Beszélt annyit az öregasszony, hogy a legény alig jutott szóhoz. A lányok meghallgatta, mint tojásban a csirke. Egyszer csak elkezdett futni a táj. Elkiáltja magát a nagyobbik lány. Puta té, puta té! A közbülső meg mindjárt rámondja. Ne folyj te, nem fogod befélni. De a legkisebb se hagyja. De drága a té, péndér adták. A legény csak nézett célján, s úgy elment, hogy még a kávét se várta meg. Talán még most is házasodik, ha eddig meg nem házasodott. A harmadik helyezett Vas Gergő Tüskevárról. A pincérbe hordó számra állt a jobbnál jobb, finomabbnál finomabb bor, de volt is miatt a tenger bosszúsága. Ahány inasa volt, minden ősen szerette a bort. Akárhogyan vigyázott, éppen a legfinomabb borait dézsmázták meg. Sokat tűnődött magában, hogy is mind segíthetne ezen. Aki barátja csak hozzájött, mintől azt tudakolta. Nem tudnak-e olyan inasról, aki nem szereti a bort? Még jobb olyan, aki híréből sem ismeri. No, várj csak, mondotta a barátja, majd küldök én hozzá három ember, talán ők híréből sem ismerik a bort. Másnap csak olyan jelentkezett három legény. A gazdag ember sorban szólította be magához őket. Az asszony ott állott néhány üveg bor. Amint belépett az első legény, rámutatott az egyik üvegre, és kérdezte. Mi ez? Ez uram, tokai bor. Tyű, hát te még azt is tudod, miféle bor? Nagy korhely lesz, te fiam. Eredj Isten hírével, nem fogadlak fel. Bejött a másik legény. A gazdag ember rámutatott egy másik üvegre, és azt mondta. Mi van ebben az üvegben? A legény rábámult nagy bombán, és azt mondta. Ez uram, baracsonyi bor. Mi itt, de még azt is tudod, miféle bor? No, fiam, mehetsz te is Isten hírével. Bejött a harmadik legény. Annak mutatott két üveget. Fehér bor volt az egyikben, piros a másikban. Mi van ebben a két üvegben? A legény rávámolt, és azt mondta. Nem tudom, uram. Áhá, gondolta magában a gazdag ember, ez nekem való inas. Olyan buta, mint a sötét éjszaka. De hogy még jobban kipróbálja, elővett egy pálinkás üveget is, és megkérdezte. Mi van ebben az üvegben? Mi van ebben az üvegben, fiam? Nem tudom, uram. Na, szagold meg. Oda tartotta a legény orra alá, de az akkor is csak azt mondta, nem tudom, uram. Bezzeg örült a gazdag ember, hogy ilyen neki való inas kapott, de még mindig nem bízott benne teljesen.
Történt, hogy a vázba kellett mennie. Mielőtt elment volna, azt mondta az inasnak. No, Jancsi, én most bemegyek a városba, egyedül maradsz itthon. Jól vigyázz mindenre. Nézd, az asztalon van két üveg, nehogy hozzányúj, mert méregital van mind a kettőben. Értetted? Értettem, uram, hogy ne értettem volna. Azzal elment a gazdag ember. No, Jancsinak se kellett több. Ahogy a gazdája kitette a lábát, besúrott a kamarába, ott a szegről leakasztott egy kolbászt. Azután kiment az udvarra, nyakon csipett egy csirkét, egy-kettő kolbász csirkét megsütötte, mindegy falást megette. De hogy meg ne csömöröljön, mind a két üveg méregitalt megitta. No, azt megiatta, mert az egyikben fehér, a másikban piros bor volt. Azzal elvágódott a szoba földjén, s aludott, mint a bunda. Hazajöjj a gazda, s hát látja, hogy a két üveg üres, Jancsi meg ott fekszik a földön, tök részegen. Helyszörnyű halálomban, jobbról-balról rúgja Jancsit, az meg nagyávosan feltápászkodik. Mit csináltál te, gazember? Nem csináltam én semmi egyebet, uram, csak meg akartam halni. Hazudsz, gazember, mondjad a valóságot! Hát az úgy volt, uram, magyarázta Jancsi. Egyszer csak látom, hogy a kutya szalad egy kolbásszal. No, utána szaladok, hogy elvegyem tőle. De nem tudtam utolérni, és amíg nagy mússal jövök vissza, látom, hogy most meg a macska szaladt ki a házból egy nagy kolbásszal. Utca utána, de hiába szaladtam, mert a macska felmászott egy fára, és ott a kolbász mindegy falásig megette. Hely Isten, most mit csinálja, ha gazdám megtudja, megöl elevenem. Elgondoltam, egy halálon is tartozunk, megiszom mind a két üveg méregital. Azzal felkaptam azt az üveget, amikben a fehér ital volt, és egy hajtásra egy cseppig kihajtottam. Na, gondoltam, most meghalok, de nem haltam meg. Inkább olyan virágos kedvem kerekedett, hogy szinte kirúgtam a ház oldalát. Hát megpróbálom a piros méregital. Gondoltam magamban, hát ha ez az igazi méreg. Azt is kihajtottam utolsó cseppig, csak hallja, uram, mi történt. Egyszer csak elkezdtem szédülni, tántorogni, aztán puff, lepuffantam a földre, és meghaltam. No, várj csak, adok én neked meghalást a kórhelyi gazember. Ordította a gazda, de mire a botját előkereste volna, Jancsi úgy eltűnt, mint a kámfor. Így volt, vége volt, mese volt. Ma is él Jancsi, ha meg nem volt. A rendezvény támogatója Járóka Attila vállalkozó volt. Támogatásának köszönhetően valamennyi mesemondó ajándékban részesült. A zsűrinek mindig nehéz dolga volt. Szeretném is átadni egyből nekik a szót. Elsőként Bea néni, Bertalné Polbeáta szeretne néhány szót szólni hozzátok. Értékelni az elhangzottakat vagy hallottakat. Kedves gyerekek, én az óviból jöttem, és mielőtt indultam ide hozzátok, meséltem a kis óvodásaimnak, hogy gyönyörű meséket fogok tőletek hallani, és kértem őket arra, hogy egy képzeletbeli kalácsot gyúrjanak és süssenek nektek gyorsan, és rögtön sürögtek, forogtak a baba szobában, mondták hozzá az aranyos kis mondókát, és én elhoztam nektek ezt a kalácsot, mert én úgy hallottam, hogy régen, még a nagyanyáink idejében a tolfosztóban az volt a szokás, hogy a legklasszabb mesemondóknak járt a kalács végéből a legfinomabb falat. Úgyhogy ennek a képzeletbeli kalácsnak a legfinomabb falatát nyújtom most át nektek. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, nagyon-nagyon gratulálok mindegyikötöknek a sikeres szereplésért, a bátor kiállásért, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és élmény részese lehettem. És akkor megkérném a zsűri korelnökét, Mester Kati nénit, hogy ő is értékelje a mesemondásotokat. Ugye Bea néni az óviból jött, és hozta nektek a képzeletbeli kalácsot, és amíg majd szolgatjátok, visszaemlékezve a kint elfogyasztottra, addig én egy kicsit hadd értékeljelek benneteket, hogy mondjak pár szót arról, hogy mit láttam én, mit szűrtem le ebből, mint tanítónéni, mert igaziból tanítónéni vagyok, csak most már koromnál fogva nem gyakorlom ezt a pályát, de az maradok, míg élek, tanítónéni. No, hát az első mondat, amit mondanék mindenkinek,
pontos szövegtudás. Szövegbe hiba ne legyen. Ha álmodból felébresztenek, akkor is tud mondani a szöveget. Ez az első. Enélkül nincs szép, jó mesemondás. Lehet, hogy az első kettő kicsi gyermek, mert ugye elsősök még, vagy másodikosok meg is ijedtek, de hogyha elmondták volna azt a mesét, most számokat mondok, ezt tudjátok, hogy mit akar, 30-szor, 40-szer, 50-szer és 70-szer, legalább ennyiszer, mielőtt a versenyre jönnek, akkor legyen akármiféle izgalom, ritkán viszi el a gyermeket. Tehát, ha legközelebb jöttök, és én számon fogom tartani ezt a lapomat, hazaviszem, és ha az igazgatónéni meghív engem jövőre is, akkor nézem, hogy ki jött el, meg megismerem az arcotokat is, akkor számon tartom, hogy a szöveget jól megtanulta-e. Tehát ez az első, enélkül nem lehet indulni. Mert ha pontos szövegtudás van, akkor tudjátok csak hangsúlyozni azt a mesét, akkor tudtok csak, hogyha kell kiabálni, ha kell szomorúan szólni, tehát a mese hangulatát akkor tudjátok csak visszaadni. Akkor tudtok csak bátran kiállni, élénken szerepelni, nem monoton beszéddel előadni azt a mesét, mert ugye aki nem tudja egészen a szöveget, akkor gondolkodni kell, hogy mi is jön. Húha, hogy is van ez a szöveg, ugye? Ez bent van az agyban, és nem tud arra koncentrálni, hogy azt a hangulatot visszaadja, vagy a szereplő érzelmeivel, hangulatával szólaljon meg. Általában mindenki jó hangképzéssel, szép beszéddel volt itt jelen, ugye ez az alapadottság, hogy milyen a hangképzőszervünk, mennyire egészséges a beszédképzésünk, persze lehet mindezt képezni, akinek szüksége van, itt talán köztetek nem, de logopédushoz megy, hogy a szép magyar beszédet, a jó hangképzést elsajátítsa. Itt ilyen probléma nem volt. Az élvezetes előadás, ugye, amit mondtam, a jó szövegtudás után jöhet csak, ami rendkívül fontos, és hogyha kell, akkor kiabálni tudjon az a mesemondó. Ha kell, akkor sírni tudjon. Úgyhogy a mesemondás mindenféle skáláját hallhattuk, de mindenkibe bent van a lehetőség és a nagy remény, hogy jó mesemondó lesz. Benedek Elek szerintem most nagyon örült, ha onnan fentről hallotta, hogy a Devecseri Kastély Könyvtárban az ő meséiből adnak elő. Az első-második osztályosok közül a részvételért emléklapot kap Bogdány Dorina. Gyere, Dorina! Gratuláljunk, köszönjük szépen, hogy eljöttél, és jövőre visszavárunk. A részvételért szintén emléklapban részesül Varga Krisztián Sándor. Gratulálunk! Jöjjenek a helyezettek! Harmadik helyen végzett Erdélyi Jenna. Közben mondom, míg ide ér Jenna, hogy te nagyon jó hangképzéssel és szép beszéddel bírsz. Nagyon kellemes a hangod is, meg ahogy beszélsz, hangképzésed hibátlan, bátrabb legyél, és a szöveget nagyon tanulj meg. Ügyes voltál, gratulálok. Második helyen végzett Farkas Márk. Gratulálunk. Érdemes volt meggyógyulni. Igen. Gratulálok. És akkor első helyen végzett, az első-második osztályosok közül, Csali Mesélővel, Csomai Fruzsina. Harmadik, negyedik osztályosok közül a részvételért emléklapban részesült Vas Patrik. Harmadik helyen végzett ebben a korcsoportban Farkas Kiara. Második helyen végzett Gyabronka Márk. És akkor a harmadik, negyedik osztályosok közül a térségi Benedek Elek népmesemondó versenyen itt nálunk Devecserben első helyen végzett Németh Hanna. Ötödik, hatodik.
harmadik osztályos korcsoportban, harmadik helyen végzett Vas Erdő. Második helyen végzett Orbán Bianca. És akkor az 5.-6. osztályosok közül a térségi Benedekelet népmesemondó verseny győztese Dávid Eszter. Számomra nem maradt más hátra, mint megköszönni két zsűri tagunknak, hogy elvállalták a felkérést és ezt a nemes és nehéz feladatot végre is hajtották. Köszönjük, Köszönjük szépen, és jövőre visszavárunk titeket is, ahogyan benneteket is, kedves gyerekek, pedagógusok, szülők, valamennyi pedagógusnak, szülőnek köszönjük a támogatást és a felkészítést, hiszen tudjuk, hogy az nem elég, hogy a gyermek mesét szeretne mondani, őt tanítani, irányítani, vezetni kell, ahogy ugye a zsűri tagok is elmondták. Jövőre újra találkozunk a térségi Benedekelet népmesemondó versenyen itt Devecserben.